mindazokat, akik most jöttek ide a Szabadtéri Néprajzi Múzeum fedett sátrába. Hát is te hoztam önöket. Jó étvágyat azoknak, akik most fogyasztják a liba étkeket, mert tudjuk, hogy Márton napon, aki libát nem eszik jövő évben, egész évben bizony éhezik. Hát reméljük, hogy aki evett, az tényleg nem fog, és aki nem eszik, az se annyira éhezik. Hát használják ki hölgyeim és uraim a lehetőséget, én a libanak, a libából mindenféle jó kijött, kiderült, és természetesen a jó kis libát megéri leüdíteni finom magyar borral vagy pálinkával. Idén remek borok születtek, nézzenek körül, használják ki a lehetőséget. S hölgyeim és uraim, soha nem látott produkció, az életben először itt és most a Skanzenben, hiszen francia zenészek érkeztek hozzá. És hogy miért, azt is elmondom, hiszen 2010-ben Magyarország volt Európa kulturális fővárosa. És tudjuk jól, hogy így Európában ez a kitüntető cím mászkál tovább határok nélkül, és hát mindig különböző népek kapják meg ezt a kitüntető címet. 2013-ban Marseille lesz az európai kulturális főváros. Mi egy kicsit előre pörgettünk az időt, átugrunk 2012, hogy a majáknak ne legyen igazuk, tehát nem lesz világvége. Ezt jól hír, már is bejelentettem. És 2013-ban teszünk egy ilyen előlátogatást, méghozzá Marseille és környékére. Most hölgyeim és uraim, Skanzen látogatók azok tudják, hogy Magyarország is rengeteg tájegységből áll, tehát Dunántúl egészen másképp néz ki, mint Palócvidék, egészen más, mint a déli régió és a nyugati, de mégis van egy szerves egysége, tehát hogyha azt mondjuk, hogy Franciaország, valami könnyedség, valami dallamosság jut eszünkbe, és hogyha még ezen belül is haladunk és poroszkálunk, akkor eljuthatunk a Provence vidékére, az occitánokhoz, ahol igencsak őrzik szintén a hagyományokat. Ezek a hagyományok visszanyúlnak egészen a középkorig, mármint a középkori zene, irodalom, tánc, művészet berkeibe. Tehát az itt felcsendülő dallamok is, lehet, hogy egyik-másik még ismerős is lesz, de az biztos, hogy mindegyik táncolható, örömet és jó kedvet fakasztó dallam lesz. Sőt, van olyan, ami annyira vándor motívum, hogy a mi moldvai táncaink közül a kecskésben is előfordul. Nem tudom, hogy a kollégák azt eljátszák, vagy sem. Ez maradjon a titok, amelyről mindjárt fellépjük a fájtlak. És most ragadnám meg az alkalmat, hogy akinek tetszik majd a koncert, egyet se kell aludni. Ma este az FMH-ba, tehát a Fővárosi Művelődési Házba, a Fehérvári úton, Maxi Táncház, tehát ez azt jelenti, hogy 5 órás táncház veszi az ő kezdetét a két zenekarral, akik mindjárt kezdik a koncertet. Hölgyeim és uraim, engedjék meg, hogy nagy szeretettel és örömmel jelentsen be a Szabadtéri Néprajzi Múzeum színpadán a Grieve et Urs, majd a La Clique zenekar, akiket a közönség szűnni nem akaró, örjöngésnek mondható tapsiharral köszönöm. Íme!